arról volt itt szó, nézőknek mondom, hogy gyakorlatilag egy segítséget próbáltam adni a jazz megértéshez, a játékszabályokat tisztáztuk, és próbáltam itt az élő szaxofonozásról is ezt idehozni, hogy ez ne egy poros, ilyen történeti film legyen, hanem ez a jazz és a jazz history, ez itt van jelen pillanatban most nálunk és bennünk. Segíteni szeretnék, hogy jobban örüljenek az emberek a zenének, mert én nagyon boldog vagyok, hogy ezeken a pici részleteken keresztül tudom élvezni a muzsikát. Csináltam megint, hogy ezek a poliritmikus ügyek, azok ott párhuzamosan mentek. Próbáltam ünnepelni a zenes szépségét, próbáltam transzban lenni, próbáltam együtt lenni mindenkivel, de én a saját világnézetem szerint és szerelmem szerint ünnepelni a zenes szépségét, transzba kerültem, ugyanazt csináltam, mint Máliban. Szerintem az emberek azért tudják szeretni testközelből a zenét, mert olyan dolgok történnek folyamatosan, amit nem vársz. Az egész popkultúra azt csinálja, hogy azokat a kliséket szervírozza neked, amiket vársz. Tehát a refrén 17-szer lemegy a végén. Vannak popzenék, amit imádok, de néha azt hiszem, hogy túl bugyultam már, hogy fel tudtam fogni kétszeri hallgatásra is. És a jazzben szerintem ez egy nagyon jó, hogy egyszerűen stimulálja azt, hogy hát figyelj, te nem vagy annyira hülye, hát gyere, te fel tudod fogni, gyere, táncolj velünk, gyere, hopp, itt egy újabb, hopp, azon. És engem például ez szórakoztat. Az én zenémben, amit én csinálok a színpadon, nincs ismétlés. 20 éve a színpadon vagyok, és azt próbálom, hogy hiába komponálok, de ezt minden pillanatban próbálom oltani, újjá varázsolni. Azért, mert ha én elkezdeném unni, akkor ezt a nézőközönségem is érezni. De hogyha azt látják, hogy rólam szakad a víz, hogy hogyan tudok egy újabb szintre kerülni, vagy egy aktuális pillanatot hogyan tudunk trióba vagy négyen megélni, az szórakoztató lesz számukra is. Akkor én meglátom ezt a C-dur akkordot, amiből mondjuk lehet, hogy egy klasszikus zenésznek, hogy ők mással foglalkoznak, interpretálnak gyönyörű, szép mesterek által megírt dalokat. Mi pedig jazzzenészek a jelen pillanatban azzal a 20-30 éves napi 8-10 órás gyakorlással próbálunk olyan dalokat improvizálni oda, mintha mi zenét szereznénk abba a pillanatban. Tehát amikor meglátom ezt lehet, hogy a klasszikus zenésznek azt mondom, itt ez a C-dur, és ezt improvizálnál, ezt a három hangot. Szép ez, de az egy idő múlva unalmas ez a három hang. És amikor én meglátok egy három hangot, ezt a C-dur hármas hangot, következő, akkor az jut eszembe, hogy...